Minden eddiginél nagyobb sztárparádé várhat az idei magyar kerékpáros körversenyen. A Tour de Hungary két hónap múlva Karcagról rajtol. Pro Series kategóriába került a magyar körverseny, és még nagyobb lehetőség van, hogy világsztárok érkeznek ide. A sajtóban már megjelen, de hitte volna valaki néhány évvel ezelőtt, vagy akár csak tavaly is, hogy el fog jönni Magyarországra Mark Kevin is, aki a legtöbb szakaszt nyerte a Tour de France-on, Eddie Merckx-el közösen, vagy volt versenyben, 34-nél tartanak, és azért jön Magyarországra, hogy felkészüljön a 35. csapat vagy szakasz győzelmére. Cavendish mellett az ugyancsak sprint királynak tartott Grönevegen is itt lesz Karcagon, mint ahogy a szlovák Peter Sagan is, aki 7 éven át nyerte meg a Tour de France-on a legjobb sprinternek járó zöld trikót. Most egy új helyszín lesz, ami így világszerte ismertebbé válik. Hát ezért is nagyon jó ez a hír, hogy Karcagon lesz a start, az egész többnapos megmérettetésnek a kiinduló pontja, és hát ott a karcagiak is jól láthatják majd a készülődést, a indulást, a rajtot, és mindazt a média érdeklődést is fel tudjuk majd kelteni, ami szükséges ahhoz, hogy Karcag, a karcagi sport az ismertebb legyen, elismertebb legyen. Májusban kezdődik az igazi kerékpáros szezon, számtalan hírügynökség számol be élőben az eseményekről. Így várhatóan Karcagot is megszállják már a rajt előtti napokban a televíziós stábok. Ugye a mai sajtótájékoztatón bemutatott útvonallal megyünk neki idén a magyar körversenynek, hogy az elmúlt évben így is sprinter szakaszok lesznek sprintereknek kedvő szakaszok lesznek előtérben. Lesz 3 sík befutónk, vagy sprintereknek kedvező befutónk, és lesz 2 hegyi befutónk, egy Karcag Hajdúszoboszló, Tokaj Kazincbarcika, Gyöngyös Kékestető, majd egy Budapest Tokaj és egy Siófok Pécs szakasszal fog lebonyolódni az idei 5 napos magyar körverseny. Azt gondolom, hogy ebben az évben is nem az útvonal magától lesz igazán különleges a verseny, amitől a szurkolók, a külföldi szurkolók is kövessék a verseny, hanem a sztárok érkezése. Ebben az évben Dylan Groenewegen az egyik legnagyobb sprinter világsztár mellett 2 olyan legenda érkezik a versenyünkre, akire mindenki figyel a világ kerékpársportjában, sőt a világ sport kedvelői is számára ismert nevek. Mark Cavendish 34-szeres Tour de France szakaszgyőztes, világbajnok versenyző, vagy Peter Sagan, aki 3-szoros világbajnok, és a Tour de France-on 7 éven keresztül viselte a zöld trikót, tehát náluk nagyobb aktív legenda nincs a kerékpársportban. Minden évben egy komoly kihívás, hogy el tudjuk, hány World Tour csapatot tudunk elhívni. Ugye a World Tour a kerékpársportnak a csúcsa. Idén 8 World Tour csapatunk lesz a rajtvonalon és 8 pro team. Ők jelentik a kerékpársportnak a csúcsát. És szabad kártyával úgymond 3 kontinentális csapat és a magyar válogatott fog részt venni. Ez is azt gondolom, hogy a legrangosabb mezőny a túr életében. Tavaly Nyugat-Magyarországon kigyózott a kerékpáros karaván, idén visszatér az Alföldre. Ráadásul úgy, hogy a nagykunság legújabb látnivalója mellől indul 5 napos útjára. Hosszú évekig cél és rajtállomásként vettünk részt a Tour de Hungary versenysorozatban. A tavalyi év az kimaradt, hiszen Nyugat-Dunántúlon került megrendezésre a verseny, de most újra lehetőségünk van, hogy rajt helyszínként vegyünk részt ebben a nagyszerű versenysorozatban, és hát nem csak egy egyszerű rajt helyszín, hanem az első szakasz, tehát az egész versenynek a rajtja Karcagról kerül elindításra. Számunkra fontos helyszín, hiszen a nem olyan régen átadott milánói világkiállítási pavilon újjáépített épület elől fog gyakorlatilag elrajtolni az egész idei Tour de Hungary, úgyhogy ez egy ikonikus helyszín. Én biztos vagyok abban, hogy többször köszönhetjük majd a Tour de Hungary-t ezen a helyszínen. Egy kicsit más lesz az útvonal, mint amit megszoktunk, hiszen egy kört is fognak tenni a városban, a Deák körút, Kisújszállási út és Madarasi út érintésével fogják majd elhagyni a várost, tehát sokkal hosszabb ideig láthatjuk a versenyzőket a településen. Tour de Hungary rajt május 8-án, 2 hónap múlva a Karcag Kincse Művészeti és Rendezvényközpont elől.